Egymás után kerülnek fel a Győrkőz Fesztivált hirdető zászlók a Baross út kandelábereire. Egy hét múlva Győr belvárosa mesevárossá változik. Ahogy a polgármester úrtól a gyerekek megkapják a kulcsot, az idén is meg fogják kapni a Dunakapu téren a nyitón, abban a pillanatban ez a város az övék, és akkor ez olyan, mint amilyenek a gyerekek szeretnék a város. Tehát nagyon színes, nagyon tele építve mindenféle fantasztikus kastélyokkal, palotákkal, csúszdákkal, és persze az idén rengeteg művészet, aki mind a gyerekeknek alkot, vagy a gyerekekkel együtt alkot. Most éppen az eddigi Győrkőc fesztiválok jelképeit tartalmazó zászlókat rakjuk fel a Baross útra, hogy már ezen a héten, aki ide téved, és remélem a város lakóim, meg a gyerekek is ide tévednek ebben az egy hétben, lássák, hogy itt kezdődik színesedni a város, kezd átalakulni a város mesevárosa. Már egy hónapja, 7 nappallá téve dolgozik a Vaskakas Bábszínház társulata, hogy minden időbe elkészüljön. Sellő farkakat találtak ki, hogy azok állnak ki majd a bokorból a Radó-szigeten. Nagyon sok titkot azért nem árulok el. És elképzeled, hogy például órákon keresztül több színész ragaszgatja az ezüst flitter pikkelyeket erre a rengeteg sellő farokra. És ott persze közben nagyon jól érzik magukat, és nagyokat röhögnek, akkor a takarító néni főz nekik közös ebédet. Szombaton, vasárnap, tehát most tényleg úgy élünk ott együtt be reggelt, estig, estétű reggelig, hogy minden elkészüljön, mert nekünk arra nincs annyi pénzünk, bár nagyon jó, kiemelten támogatott fesztivál, hogy az összes ötletünket megrendeljük, és valaki más csinálja meg. Meg az az igazság, hogy így egyrészt olyan, amilyet szeretnénk, másrészt meg, hogy érted, mi ehhez értünk, mert ugyanúgy, hogy a színházban a díszletek és a bábok és a jelmezek készülnek, ugyanolyan igényességgel, gondossággal találják ezt ki. A 12. Győrkőc Fesztivál jövő héten pénteken 18 órakor a Dunakapu téren kezdődik. A 3 nap alatt 10 belvárosi helyszínen sok száz program, koncertek, előadások várják majd a gyerekeket és szüleiket.